tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatold az öveket és tűnj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Klaudiával, aki hitoktató, és Miklossal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Köszöntök mindenkit, ez a Parallaxis 75. adása, a mikrofonnál Pécsi Géza. Tudományos és fantasztikus utazásunk dátuma ezúttal 2139, helyszíne pedig egy disztópikus jövőbeli metropolisz. Főhősünk az egyszemélyben rendőri, bírói és ítéletvégrehajtói jogkörrel rendelkező Dredd bíró. Beszélgető partnerem ezúttal Ivanics Réger Klaudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja. Szia Klaudia! Sziasztok! Valamint Vince Miklós, az LKH ELTE elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa. Szia Miklós! Sziasztok! Na hát van ez a film, amivel kb. Minden van, tehát fegyverektől 60%-os készültségű klónokon át csajharcig minden. De sokan mondják, hogy nagyon kell a magyar szikma egyébként ez a filmhez. Igen, Miklós? Hálás vita téma amúgy, hogy egy filmnek jót tesz-e vagy rosszat a magyar szinkron, és én azt hiszem, hogy azokban a filmekben, amelyekben Sylvester Stallone a főszereplő, akkor valószínűleg bármilyen szinkron az csak javít a dolgon. Ezt gondolod? De most lehet, hogy szemét vagyok, mert például az Oscarban imádtam. De most hirtelen nekem nem is jön elő, hogy milyen az alaphangja Sylvester Stallone-nak, mély vagy ilyen? Mély. Öblös. Hát, hogy mi az alap? Na, az alapot én sem tudom, de én a Dredd bírót angolul néztem meg, és ott így, ilyen a tesztoszteron túltengésben szenvedő NDK-s sportolónők. Igen, akkor a testéhez igazodik, tehát kicsit túltolta a napozimot. Igen, igen. Tehát nagy rezonátor üregek, alacsony frekvenciák, igen. Tehát Stallone-nek nem kék a szenvedő a Dredd bíróba, iszonyatosan kék, tehát ilyen. Óceán, vagyis hát nem óceán, mert ugye az óceán az zöldes, hanem tenger, ilyen mediterrán tenger, földközi tenger színű szeme van. Mit gondolsz erről, Klaudia? Kontaktlencse? Hát ez biztos, hogy kontaktlencse, hogy mitől lehet ez a kék szem. Az egész filmből ugye az derül ki, hogy egy kreálmány, ugye, ez a Stallone, hát valószínűleg akkor már a szemébe bekeverték egy kis ételfestéket. Ugye azt tudjuk, hogy a kék szem alapvetően az egy mutáció, és ugye annak hozományaként jött létre, hogy az ember elfoglalta ugye az északi területeket, tehát mivel alapvetően az ember ugye Afrikából, egyenlítő mentéről származik, ezért az első emberek azok ugye sötétbőrű, sötéthajú, sötétszeműek voltak, viszont ahogy meghódították ugye a hidegebb területeket, tehát északon, illetve relatíve valamennyire délen is, bár ugye azt tudjuk, hogy északon több a meghódítható terület ilyen szempontból, mert délen inkább csak óceán van. És ugye tulajdonképpen, hogy az éghajlathoz, a klímához alkalmazkodjon, kialakult ez a mutáció, kvázi ugye a halvány, a bőr, a szőke haj, illetve a kék szem. Na most viszont a sci-fi filmekben ez nekem is feltűnt, hogy rengetegszer alkalmazzák azt, hogy egy szereplőnek ilyen szinte ilyen nagyon élénk kék szeme legyen, mert ha már eleve ebből indulunk ki, hogy ez egy nálunk is egy genetikai mutáció, akkor miért is ne lehetne itt egy genetikai mutáció, ami például azt mutatja, hogy ez egy mesterségesen kreált létforma, illetve talán az exotikussága miatt. És hozzáteszem, hogy ha az exotikusságra akarnánk rámenni, akkor mondjuk inkább lehetne zöld szeme, mert hogy azt hiszem a zöld szemű emberek az csak ilyen néhány százaléknyi, akik zöld szeműek, tehát tényleg az a társadalomnak tényleg néhány, azért 3 vagy 4%, most meg akarok hülyeséget mondani, de 10-nél nem több. Tehát ők még ritkábbak. Viszont tényleg rengeteg sci-fiben kék szeműek az emberek. Én nem láttam azt a filmet, de tudom, hogy ott is ezt alkalmazták. De nem a Dűnét mondod. A Dűnében tudjuk, hogy a fűszertől kék. Na, de ott is érdekes, hogy miért pont kék. Mert lehetne akár, mit tudom én, hupilila is. Érted?
Frank Herbert mégis a kék színt választotta, talán pont emiatt a mutáció jellege miatt, nem tudom. Szóval volt ez a film, azt hiszem, valami, vagy ilyen végül is ilyen nem lett túl jó, de majd mindjárt rákeresek. Az időzsarú? Jean-Claude Van Damme. Justin Timberlake szerepelt benne. Azok voltak a társadalomnak a magas szintjén, akiknek sok idejük volt, és akkor hogy valahogy ebből. Ja, és mindig ment le a számláló. De abban is kékszeműek voltak, és ilyen nagyon hirtelen kékszemük volt, és pont az jutott az eszembe, és de tényleg más filmekben is egy csomószor ilyen szkifikben kék a szemük. Ez a kékszem mutáció amúgy fizikailag annyiból érdekes, hogy a kékszemű embereknek a szeme az nem azért kék, mert van benne egyáltalán kék pigment, mert az emberben sehol nincsen kék pigment, hanem ez a fizikai effektus ugyanaz, ami miatt az ég is kék, meg a tengervíz is kék. Az ég kéksége az a fizikában a Rayleigh-szórás is néven ismeretes jelenség, ami konkrétan az, hogy a kiszóródásnak a mértéke a szórt fénynek az a frekvenciának a negyedik hatványával arányos, tehát a magas frekvenciájú, vagyis kékes lilás kék színek, azok sokkal nagyobb mértékben szóródnak ki, és emiatt kék az ég tulajdonképpen, hiszen a kék szóródik a legjobban. Vagy hát az ultraibolya még jobban szóródna, csak azt ugye nem látjuk. Na most akkor de ez egy földbolygóra jellemző dolog, ugye? Ez nem, ez minden bolygóra jellemző lenne, a Marson csak azért nem kék az ég, mert tele van porral. De hogyha az leülne, akkor egyébként ott is kék lenne az ég, sőt, ugye nyilván a sűrűsége válogatja, de hogyha mondjuk a Vénusz légkörében 60 km magasan lebegnél egy felfújható űrvárosban, azért mondom a 60 km-t, mert ott annyi a nyomás, mint itt nálunk a felszínen, akkor is kék lenne az ég. Na szóval ez fizikai alaptörvény. Na most ugyanez van egyébként, akár ha csak tejet kiöntesz, ott is azt látod, hogy kékes, pedig az is tök fehér, de az már a mi szórás nevű jelenség, ami folyadékokban jellemző, és az emberi szemmel is ez a helyzet, hogy igazából abban is barna pigment van amúgy, a kék szemű embereknél is barna pigment van, csak egyszerűen vastagabb rajta az a réteg, amin szóródik a fény. És ettől aztán kékesnek tűnik a szem. Tehát tök érdekes, hogy a mi szemünk az nem úgy kék, mint ahogy egy csomó madárnak, meg egy-két hüllőnek van kék pigmentje, meg rengeteg halnak, mert nem, ilyet nem találunk. Na most vigyázz, mert igazából állatoknak sincsen kékszínű pigmentje. Ja, jó, oké. Okay, tehát jó. Állatok nem, igen, tehát ott is úgy van, hogy ott is csak a fény visszaverődés, meg a fényelnyelés miatt kék. Egyetlen egy olyan lény van, egy lepke, latin névvel, szóval egy lepke fajta, egy egzotikus lepke, amine kék a színe, és nem az a nagy szép halványkék, amire gondoltok most, ami ilyen két tenyeremnyi méretű, mert nem az az. Tehát mindegy, van egy lepke, és annak van egyedül kék színe, tehát ami tényleg kék pigment. Az összes többi állat, aminek kék színe van, az csak fényelnyelés, meg fényvisszaverődés, tehát az nem igazi kék szín. Ugye a kék a természetben konkrétan nem létezik. Jó, oké, hát persze minden, amit látunk, az fényvisszaverődés. De igen, hogy itt a szórás, ezek szerint ott is erről van szó, hogy konkrétan egy vékony rétegen szóródik a fény, és akkor ettől kékes. De ezt nem tudtam amúgy, hogy ez minden állatra igaz, ez tök izgi. Csak már jól eltévedtünk ettől a úgy nyilvánvalóan olasz származású Sylvester Stallone-tól. Még egy pillanatot maradjunk ennél a kék szemnél, mert ugye csak szeretnék egy párhuzamot vonni az egész, ugye a végén kiderül, hogy tulajdonképpen ő egy kreálmány és iker, tehát ő egy lombik iker, úgymond, Stallone a filmben, tehát dreadbíró, akinek ugye van egy ikertestvére, tehát a Rico ugye az ikertestvére, akinek amúgy nem kék a szem, ez is furcsa. Hát ez így önmagában ez meg úgy oké. Okay. Igen, de hogy minden gyerek alapvetően kék szemmel születik, ugye? Igen. Alapom. Ez utána megváltozik. Amúgy ez nagyon érdekes pont. Az hát igen, mert ahogy nő a szemed, akkor a rétegnek a relatív vastagsága változik, amiről most beszéltem, és ezért tényleg igen. Ott még olyan vastag a réteg a szem méretéhez képest, hogy sokkal jobban tud a kiszóródni a kék fény, amikor pici. Például nekem iszonyat fekete szemem van, feleségemnek nagyon, nagyon kék, és annyira kék volt a kislány szeme, hogy egyszerűen nem is gondoltuk, hogy ebből más lesz, és zöld lett amúgy. Uh-huh, uh-huh. De ilyen egy éves kora után, tehát nagyon későn. Na mindegy. Visszatérve, tehát, hogy minden gyerek kék szemmel születik, és ugye, mivel Dredd egy iker, egy lombik iker,
és egy olyan szinten klón, ami tulajdonképpen nem is csecsemőként jön a világra. Ez fura volt nekem a filmben, hogy úgy csinálnak klónokat, hogy felnőtt emberként. Nem tudom, ennek mi értelme van, szerintem több értelme lenne csecsemőként, meg kisebb energia lenne, de mindegy, ők elkezdik csinálni nagy emberekként a klónokat. Ez által, hogyha ezt a logikát folytatom, akkor a Dredd nem öregszik. Tehát ő megszületett ilyen 32 éves fú kigyúrt valakiként, és ő a tökéletes ember, aki nem öregszik. És mi van, hogyha ezért kék a szeme? Mert minden ember kék szemmel születik, és ő így született, és ő kortalan, úgymond. Csak akkor meg nem értem, hogy az ikertestvérének miért nem olyan színű a szeme. Én is azt gondolnám, hogy hogy hívták Rikó, Rikónak kék szeműnek kell, igen, kék szeműnek kellene lennie, bár hozzáteszem, hogy nekem ez a film nézése során nem tűnt föl, tehát őszinte leszek, ha nem szólsz, akkor én nem veszem észre. Pedig nyilván elég látványos volt, de nem. Nekem. Nézzétek, én ezt nem értem, hát tehát, hogy igazából az ugye egyértelmű, hogy nem egypetélyű ikrekről van szó, sőt, igen, az ikrek az csak távoli módon értelmezhető ebben a kontextusban. Az meg, hogy, tehát ha meg nem egypeti, mert hogy ugye nyilván genetikailag alkotott lényekről van szó, mint a mesebeli parkban. Na most, ugye nyilvánvaló, ja tényleg ott is van Blue a Velociraptor, akire valószínűleg hát szintén igaz, hogy nem saját kék pigmentje van. Na, szóval az van, hogy hát ugye a kétpetélyű ikrek azok olyanok, mint a sima testvérek lennének, csak egy időben születnek. Na most ott viszont simán előfordulhat, hogy az, mint például az öcsém meg én is ilyenek vagyunk, tehát hogy neki barna a szeme, nekem meg kék. Ez annyira nem egy nagy probléma. Onnantól kezdve, hogy látod, hogy a két csávó tök máshogy néz ki, tehát, hát hogy egy petérű ikrekről nincs szó. Ugye a filmtörténet számomra kedvenc ikerpárja a hasonló rovatban, ugye Arnold Schwarzenegger és Danny DeVito. Mit ad Isten, szintén egy olasz az egyik, ugye a Danny DeVito. Mármint, hogy olasz származású amerikai természetesen. És hát ugye a nagy árja Schwarzi a kék szemével. Ugye a Schwarzinak kék a szeme, ugye? Tehát ezt jól gondolom. Jó, oké. Okay. Na, de a Danny DeVito-nak meg szinte biztos, hogy barna. Na igen, szóval az egy nagyon érdekes kérdés, hogy csinálni élő lényeket úgy, hogy úgy szülessenek meg klónozás eredményeként, hogy már felnőttek. Én ezt valahogy úgy képzelem el, hogy igazából az egy csak úgy lehet megcsinálni, hogy egy felgyorsított fejlődési folyamat. Tehát, hogy valami olyan hormon kezelésnek, nem tudom minek teszik ki az embriót, hogy egyszerűen gyorsabban fejlődik, hogy valahogy megcsinálja azt a dolgot, mit tudom én, egy év alatt, amihez másnak 20 év kell, vagy mit tudom én, micsoda. Tehát hát nem vagy tudom, előre amúgy, legyártanak szerveket, és így összeszerelik. Na, ez a másik, de hogy szerintetek itt melyikről lehet szó? Mert ugye, hogy lehet ugye nyilván növeszteni ilyen tehát szerveket. Tehát ott nem nagyon, hogyha láttad, ott voltak azokban az akváriumokban, és tulajdonképpen kész voltak. Kész voltak, és ilyen geny fette őket le tulajdonképpen, amiből így a bőrük. Tehát a bőr az így bőrt oda növesztették, de egyébként szerintem így összeszerelték őket valahogy. Elképesztő. Hát ez a Dredd, ez nagyon durva. Na, tehát, hogy itt a klónokat, azokat szerintem összeszerelték, mert hogy úgy néznek ki, hogy ezekben az akváriumokban állnak, és egy ilyen gennyes valami fehér cucc fedi őket, ami szerintem a bőrszövetüknek az eleje, meg ez a kötőszövet a bőr alatt. És akkor tehát így a bőrt növesztik rá egy ilyen összeszerelt valamire, szerintem. Valamilyen szinten tudja, hogy mehet ez, mert ugye ott van a amikor kimegy a sivatagba ugye a Dredd, amikor viszi az a rabszállító, és akkor ott leesik, és van az a kanibál család, ahol van ugye foltos, aki meg ilyen félig robot, félig ember valami, tehát tudja, hogy tudnak valamit már így szabászkodni az emberi testen. Igen, hát ez nagyon érdekes lenne, hogyha amúgy ezt így meg lehetne csinálni, és egyébként tudományos szempontból kell nyilván értékelnünk a Dredd bírót többek közt, és hát ez a genetikai része talán a legizgalmasabb. Amellett, hogy van persze klimatológiai, meg lövöldözés technikai, meg mindenféle járműipari vonatkozása is ennek az egésznek, de valóban az egésznek ez a központi kérdése, hogy hogyan lehet egy másfajta klónozást csinálni, mint amit mostanában ismerünk. És nagyon sok science fictionben előjön ez a történet, és valójában tulajdonképpen még a Star Trekben is szerintem, amikor szintetizálnak valamit,
ugye például az egy hasonló történet. Ezt ma inkább én úgy képzelném el, hogy ez azért nem teljes hülyeség, mert igazából ez körülbelül úgy képzelhető el szerintem, mintha valamiféle nagyon fejlett 3D nyomtatási technológiával tulajdonképpen kinyomtatnának egy felnőtt embert. Azt a... Na látod, erre nem gondoltam. Szeletenként. Most ilyet nem látunk a filmben, nyilván, csak most úgy az ember úgy vérszemet kap, hogy ma már mindent lehet csinálni. Tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy ez egy ilyen fajta dolog, ami nem is olyan értelemben vett klónozás, mint amiről mi tudunk, vagy mint amit mi ismerünk. Az viszont nagyon érdekes, hogyha az emberiség eljutott erre a szintre, amit a Dread Bureau-ban látunk, akkor hogy tudták mégis ennyire megszívni ezt az egész klímaváltozás történetet? Hiszen például a múltkor kibeszült rettenetes film, az ugye nyilvánvalóan egy másik univerzumban játszódik, hiszen ott ugye az van, hogy az emberiség megtanulja kontrollálni az időjárást. Most ehhez képest ugye itt van ez a disztopikus jövőkép, amit említettél, ami tényleg úgy néz ki, hogy az egész bolygó el van sivatagosodva, és vannak ezek a megapoliszok. Nyilván ez az egyes számú, ez hát úgy tűnik, hogy ez nem más, mint New York, mert a szabadságszobor hát az még meg is van. Hát inkább ez a New York, Chicago, meg az összes keleti nagyváros szerintem össze van nőve egy nagyváros, én úgy néztem. Van egy térkép. De Chicago az mióta kelet, édesem? Az észak. Hát jó, ne veszünk össze, a Chicago az Midwest, az ugye Michigan tónál van, de... Maradjunk annyiban, hogy Bosvás, Bostontól Washingtonig minden. Jó, akkor úgy, igen. Mint ahogy az már jelenleg is. Hát, hogyha megnézted azt a térképet, akkor kb. Az USA-nak a 8. területe a keleti parton, az a Mega City 1. És akkor van még több Mega City, és akkor van egyszer egy ilyen kis részlet a filmben, és van olyan rész, amire ilyen nagyon fura, nagyon érdekes írás van írva, ez gyorsan meg is keresem, mert az nagyon vicces volt nekem. Na látod, a földrajztanárt is sikerült itt megszólaltatnunk a témában. El volt elfoglalva a kígyókkal. De nektek nem emlékeztek arra, amikor valamikor nem, így... Nem, ezt mondtam, hogy nem rémlik, pedig aztán térképet, nyilván a földrajzos, meg szoktam jegyezni, de ez most így nem ugrik be. Mindenesetre egy nagyon érdekes elképzelés tényleg ez a jövőkép, ami egyébként a science fictionben elég gyakran előjön olyannyira, hogy ugye amint arról egyébként a tavalyi évadban, amikor a Parallaxisnak a nyári időszakában ment a Planetocast című műsor, ugye ott például volt egy adás, amiben ezt tárgyalták ki a barátaink, hogy elképzelhető olyan, hogy bolygóméretű városok, ugye? Mert ez is elég sok science fictionben előfordul, hogy vannak Coruscant teljesen... a Star Warsban. Így van. Tehát igen, gyakorlatilag bárhol. Vagy az alapítványban, vagy bárhol. Tehát ugye elég sok helyen előjönnek ezek a nagyméretű városok, hogy ezek igazából hogyan tudnák úgy infrastruktúrálisan eltartani saját magukat. Tehát, hogy igazából hogyan megy. Az ilyen egészen alapvető dolgok, mint a szennyvíz háztartás, meg ezeket az étellel való ellátása egy ekkora populációnak, hogy ez hogy oldható meg. Egyáltalán nem triviális a kérdés, akkor sem, hogyha látjuk, amint az ötödik elemben is látjuk, amúgy, meg itt is ez is nagyon hasonló, hogy ugye levegőben repülő járművekkel több szinten történik a közlekedés. És az az érdekes, hogy az nyilván elképzelhetetlen, és nekem ez a filmbeli jövőben ez az egyik önellentmondás, amit nem tudok feloldani, hogy az egy elképesztő szintű, szinte hangyabolyszerű szervezettséget követel meg, hogy egy embertömeg úgy eléldegéljen egy ilyen gigapoliszban, hogy egészen egyszerűen nem hal éhen. Tehát önmagában az, hogy ennyi embert egy helyre összezársz, az csak akkor vezethet bármi máshoz, mint a tömeges éhhalál, szerintem, hogyha elég magas szinten betartják az emberek a viselkedési normákat. Most ehhez képest, meg azt is mondja a film, hogy miközben az emberiség ilyen gigapoliszokban lakik, vagy megacitikben, ahhoz képest ugye az a probléma, hogy viszont a törvény, mint olyan, az ismert formájában megszűnt létezni, és ezért van ezek a tulajdonképpen a bibliai bírák könyvére emlékeztető karakterek, akik kb. Minden végrehajtó és ítélkezői hatalommal fel vannak úgymond ruházva, és ottan igazságot tesznek, mert hogy egyébként blokkok között háborúk zajlanak, tényleg ilyen bandaháborúk
brutálisan felskálázva. És ez számomra olyasmi, amit én egyszerűen nem tudok elképzelni, hogy ez egy évtizedekig képes fennállni egy ilyen struktúra. Tehát lényegében az, hogy egy anarchista társadalom van bezárva egy ilyen megapolis vagy gigapolisba, hogy kb. Egymást érik az emberek. Tehát szerintem vagy ez, vagy az. De szerintem ez nekem nem áll össze, akármilyen menők is a bírók, vagy bírák, vagy bírók? Bírók. Bírák. Bírák. De Dread Bíró a film címe, ugye? Igen, jó, bírák. Jó, mondjuk olyan nagyon sok különbség szerintem nincsen. Jó, persze, nem, csak semmi a világon, csak hogy nem tudtam, hogy melyiket mondjam. Igen. Szóval ez nekem fura, ez nekem nem áll össze valahogy. Tehát nem tudok elképzelni egy ilyen jövőt. De lehet, hogy is, hogy van. Tehát, hogyha lemész az utcákra, ott folyamatos zavargások vannak, meg innen, tehát ugye a csőcselék úgymond, az folyamatosan zavarog, meg ugye amikor megérkezik, úgymond ez a Rob Schneider által játszott a civil, vagyis hát ilyen IT hacker-szerű valaki, akkor is leérkezik, és mondták, hogy vigyázni kell, mert ott felkelés van éppen. Egyébként, hogyha itt vagyunk, meg akarom említeni ezt a fantasztikus felfedezésemet, amit tettem, amikor újra néztem a filmet most, hogy ugye van ez a Sky Cab, amivel utaznak, ami tud repülni, és ilyen eléggé futurisztikus autó. Ezen nekem megakadt a szemem. Nagyon-nagyon érdekes volt, hogy én ezt már láttam valahol. És akkor most mindenkinek elárulhatom, hogy egyébként én Land Rover alkatrészeken dolgozom, meg ott ennél a cégnél dolgozom, és a Land Rovernek a központja Gaydonben található, ez az Egyesült Királyságban, West Midlands területet, Londontól északra helyezkedik el, és itt a Land Rover intézi a British Motor Museum nevű intézményt, ahol az összes Angliában valaha gyártott autómodell ki van állítva. És itt van egy olyan rész, ahol olyan Land Roverek vannak, amik megfordultak valamilyen filmben. És nekem föltűnt, hogy én ezt az autót már láttam valahol, és itt láttam, mert ugye a Sky Cab az a Land Rover által tervezett filmautó 1995-ben a Defender alapjaira lett tervezve, és ez volt az autó, amit használtak a Dread filmben. És ezt láttam élőben. Egyébként ez egy iszonyatosan nagy autó, tehát úgy néz ki, akkora kb. Mint egy kamion, és így fölnyílnak az ajtajaibe, tudsz lépni, de ahhoz képest meg alig van bent hely, tehát eléggé butaság szerintem, hogy miért lenne ilyen kis hely egy autóba, de mondjuk persze repülni is tud meg minden. A Dread Bíróban szereplő autókról most el kell, hogy mondjam, hogy nekem az volt a filmmel kapcsolatos első élményem, hogy 1995-ben kiléptem az utcára a házunkból, a Nagykörúton, amikor mentem az iskola felé, és képzeljétek el, hogy a Dread Bíróban szereplő egyik autó, ami ilyen mocskos, sárga, nagy teherautó méretű valami, de az nem repült. Az a Skycab. Igen, az így elgurult a ház előtt. Nem mondod. De. És akkor ez nekem most állt össze, és akkor igen, és aztán később mondták is valakik, hogy igen, itt Budapesten köröz most egy ilyen, és hogy ennek a film premierhez van köze. És most már úgy összeáll a fejemben, hogy ennek a filmnek amúgy az Andy Vajna volt a producere, aki ugye Isten nyugosztalja, ugye, aki egy magyar, meg hát aki legendás, ugye a Sylvester Stallone-nével közös korábbi gyümölcsöző együttműködésük. És hát ugye az a helyzet, hogy valószínűleg ő ezt így, vagy a Andy Vajnán keresztül, vagy nem hiszem, hogy minden városban ez volt, ahol bemutatták a filmet világszerte, de Budapest talán az Andy Vajna miatt egyike volt ezeknek. Én ilyenkor különben úgy sajnálom, hogy ilyen nagyon vidéki vagyok. Hát jó, ez 1995-ben volt, hogy ezt tegyük hozzá, és bizony. Jó, bizony, akkor is sajnálom, hogy vidéki akkor vagyok. Hát, szerintem azért összességében. Figyelj, Claudia, mondom, nem kell más tenned, csak elutazol Angliába, akár egy hosszabb utazást, csak lemész az autópályáról, és megláthatod élőben ezt az autót. Nagyon szép. Tényleg, hogyha tehetitek, látogassátok meg a British Motor Múzeumot. Én voltam nagyon sok autómúzeumban, voltam idén a BMW Múzeumban is, Münchenben, és kimagaslóan jó az angol autómúzeum. Tehát no, hát ez nagyon jó kulturális programajánló is. Szóval nekem ez volt az első találkozásom a filmmel egyébként. Úgyhogy ez elég érdekes. De ez nagyon érdekes. Ja. Nagyon érdekes, hogy ezt elmondtad, hogy egy ilyet élőben látni. Igen, és Budapesten. Tehát, és 95-ben, ugye, tegyük az. Hogy 95-ben
egy autógyárat felkérnek, hogy tervezzen egy autót emiatt a film miatt. Ez is egyébként kemény, mert most már ki csinál ilyet, tehát maximum összeraknak CNG-vel valamit, és akkor valami grafikai valamit látsz. De ilyen már azért nincsen, tehát azért ennek iszonyat nagy költségvetése van, hogy te mindent megtervezd, legyártas, hogy legyen egy-két autó. Na de én azt nem autó. Tudom amúgy, hogy az akkor konkrétan egy, ezt megépítették már akkor, ezt tőled kérdezem, vagy egyszerűen akkor még csak úgy elképzelték, hogy ez így néz ki, és nyilván valamik ott guruláztak a filmben, amik mondjuk, mit tudom én, más járművek voltak. Ebből. Azt hiszem 90 darabot gyártott. De már akkor, ugye? Persze. Jaj, már jó, oké. Tehát ez nem olyan volt, persze. Mint mit tudom én a visszajövőbe. Hát a DeLorean mondjuk korábban megcsináltak, de most nem erre gondolok, hanem konkrétan mondjuk a légdeszkára. Ja, meg a cipőre. Ez az, nem. Amit utólag legyártottak most, igen. Olyanra. De akkor nem. Oké, hogy ugye az a funkciója, hogy ez repült, ez az autó, az, az evidens, hogy nincs benne az autóba, de ettől függetlenül létezik ez az autó, és megy is. Tehát ez konkrétan ezt úgy képzeljétek el, mint hogyha megvennél egy autót a szalomba, leflexelnéd róla a karosszériát, és akkor elkezdenél hajtogatni rá lemezeket, és megépítesz egy ilyet. Tehát tulajdonképpen az alja ugyanaz, mint egy teljesen más terepjáró, csak így raktak egy ilyen fancy külsőt rá. Na, és ebből mondjuk gyártottak 90 darabot. Csak hogy ez nagyon kemény, mert ennek azért nem 5 forint a költsége, és hogy ezt egy film kedvéért megcsinálni, ez azért nem kis dolog. Hát igen, az Andy bácsi jól forgatta a pénzt. Na most az a helyzet, hogy amúgy említetted ezt, hogy az utcai harcok odalendulnak, és amikor az elején, amikor pont közelíti ezt a Heavenly Heaven, vagyis mennyei menedék nevű városrészt, amikor a hacker karakter belecsöppen ebbe az utcai harcba, ugye? Akkor pont elrepül egy olyan helyen, ahol viszont tényleg az Andy Vajnának a megfelelő felsőbb kaszt izei ott a leányok ottan ugrabugrálnak bele a medencébe ott fönt. Tehát, hogy itt egészen plasztikusan megjelenik, hogy itt tényleg itt a magasság jelenti a társadalom rétegződését. Tehát itt de mégis nem sok mindent beszélnek ezekről. Tehát ott a mennyei menedék, és akkor ez így oké. Nem nagyon hallunk róluk utána. Igen, különben ez nekem is feltűnt így sokat szori megnézésre, mert ugye én ezt a filmet alapvetően először hát gyerekként láttam, utána nem láttam sokáig, utána egyszer néztük a férjemmel, de az is már volt legalább 10-1 néhány éve, és ugye most, és tényleg nyilván most már sokkal, hát akkor harmadik nézés után tűntek föl ezek az apró hibák, mert én amúgy meg nagyon szerettem ezt a filmet, tehát, és tényleg tök furcsa volt, amikor most így az adáshoz kapcsolóan direkt utána olvastam így a filmkritikáknak, és hogy egész negatív kritikák születtek róla, sőt konkrétan ilyenek, hogy ez volt Stallone a legrosszabb filmje addigi pályafutása alatt, holott nekem nagyon tetszett, lehet, hogy ez nekem olyan bűnös élvezet, mint az Armageddon, vagy nem tudom. De az Armageddonon legalább lehet visítva röhögni a tudománytalansága miatt. Meg az úgy eleve egy szórakoztató film. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Hát azért ezen is lehet visítva löhögni. Tehát azért az, amikor a foltost úgy öli meg a Stallone, hogy kitép belőle egy vezetéket, és megrázza a saját maga áramával. Tehát azért, na. Ja, hát jó. Meg ugye eleve az vicces. Fizika amúgy, tanár biztos jót röhög rajta. Igen, amint tényleg, ha már fizika, a fizika, akkor nyilván most egy kicsit tegyük félre a repülőautókat, ami egyébként egy külön adást megérne majd egyszer. Hogy repülőautók a science fiction világában, itt-ott, hogy nem. És akkor el lehet menni tudományos vonalba is, hogy a maglev meg ilyeneket nézegessünk. De ugyanakkor azonban most a fizika tanárság szempontjából azért az sem piskóta, hogy itt rengeteg lőfegyver van, ugye Géza nagy örömére, amire majd mindjárt rátérünk, és azok rendszerint elsülnek, és amikor még van, hogy a csávónál van egy ilyen RPG, ugye, rúcsnoi paratankovő apparátomú, vagy mi rocket powered grenade, vagy mi, ugye ez a
váról indítható poszteres és akkor ugye az van, hogy elindítja az emberünk ezt az óriási fegyvert, az elsül, de soha nincs visszahatás, tehát soha nem rúgnak vissza a fegyverek, és lehet látni, hogy óriási nagy tölteteket kilőnek, mit tudom én, rengeteget lövöldöznek, soha direkt figyeltem, egyetlen egyszer sem láttam azt ebben a filmben, hogy egy fegyver visszarúg. Hát de ezt más filmben se látod. De. Mármint, hogy látod, de hogy amik ilyen, tehát amikre azért nem adnak annyira, vagy nem figyelnek oda annyira, ott nem fogod látni. Aha, jó. És, hát és még nem is azt mondom, hogy nézzél ilyen indiai akciófilmeket, mert ott aztán van. Egy bollywoodos adás rémképe is felsejlik, de... Egyébként vannak olyan fegyverek már, tehát én is lőttem már olyan fegyverrel, amiben beépítve ilyen kioltó rendszer van, ami a visszarúgást kioltja. Nagyon kemény egyébként. És hogy de működik? Tehát nagyon érdekelne, hogy ez tök jó akkor, de itt mi a fizika? Tehát az hogy csinálja? Tehát a hatás ellen hatás, hát most mit lehet tenni? Szerintem ez valahogy úgy működhet, mint hogy ugye az AK-47-es is úgy tud automatán lőni, meg az összes automata fegyver, ugye, hogy amikor kilövi a lövedéket, akkor van egy visszavezetése ennek a torkolattűzből a gáznak, és akkor a gáz energiájával szívja be a következőt. Tehát én arra tudok gondolni, hogy itt is van egy olyan elem, ami ezzel az energiával valahogy ellenhatást vált ki. Visszarúg, tehát ez nem jelenti azt, hogy nem lesz. Értem. Csak az iszonyat nagy visszarúgásból egy nagyon kicsi lesz. Ez csak most, mondjam nektek. Ez érdekes. Mondjuk a 100% visszarúgásból lesz egy 50, és akkor már nem lilul be a válad. Aha, ennyi. Aha. Tehát azért nem nulla. Jó, oké, de az elv az önmagában érdekes, hogy van egy ilyen visszavezetés. Ez tök jó. Oké. Na, viszont ami meg tök vicces volt, az még tényleg óvodáskori játékainkat idézte, az, hogy ugye eleve vannak ezek a fegyverek, amik eleve csak a bírónak vagy bírának engedelmeskednek. Igen, mert hogy felismerik a hangukat, ez tök oké. De ugye az tök vicces, és ez az, ahol az óvoda faktor előjön, hogy most bemondja, hogy most melyik funkció használd. Akkor igen, most izé, és akkor most bemondja, hogy na most akkor az legyen, ami, és akkor mondja a kulcsszót, és akkor hirtelen nem lövedék jön ki belőle. Négy led, és akkor betölt. Igen, vagy hirtelen kettő repül ki belőle, igen, és meg húz egy világító csíkot is, és akkor pusz, és akkor kettő embert leszed vele rögtön a páros tűz. Fizikailag képtelenség, mert ugye más töltete van egy sörétes fegyvernek, más töltete van egy jó, de fegyvernek. Ezt egy revolverként is elképzelheted, ahol a különböző alrendszerek revolválnak oda, mint hogy a James Webb űrtávcsőnél is, érted? Éppen azt a érzékelőt fordítja oda, ami éppen kell. Igen, csak akkor kéne egy akkora revolver, hogy nem akkora lenne. Igen, azért nem mondom, hogy minden kérdést megoldottak az Andy bácsiék, de azért ezek szerint nem is annyira rettenetes a helyzet, mint hittük. De mondom, ez úgy amúgy forgatókönyv szempontból, de dramaturgiailag szerintem rohadt vicces. Tehát tényleg, tehát Oviban volt ilyen utoljára. Hogy... Igen. De most ebből igen, egy igen. Olyan pajzs jön ki, amit te nem tudsz átjönni. De most akkor én egy olyan lövedéket igen. Lövök ki, ami meg azt a pajzsot is átviszi. De és akkor ez. Mint a kőpapír ollóban, amikor a nukleáris fegyverrel jössz. Igen. Ismeritek a Falloutot, mint játék? Iszonyatos, hogy az egy játék, ami nem annyira öreg, és nagyon sok ilyen skifiből merít. És érdekes, hogy a Dread Bureau-ból is iszonyat sok minden van benne. Például van az a robot, ugye, amit a Rico így megszerídít, vagy hát elvileg ezek már be vannak tiltva, és akkor oda megy a Rico, és akkor föléleszt egyet. Egy ilyen harci robotot, ugye, ami szegény helyen eléggé ilyen binárisnak néz ki. Tehát ilyen parancsra mindent megcsinál. És az például ugyanúgy néz ki, mint ebben a játékban van egy ilyen Power Armor nevezetű dolog, ami olyan, hogy egy ilyen nagy páncél, amiben be tudsz lépni, egy ember belemegy, és akkor ez így rád hajlik. Ennek van egy ilyen fúziós magja, amivel működik, és akkor sokkal erősebb leszel tőle, nem érzed a zuhanást, nagyobbat tudsz ugrani, bla bla bla. Tehát tudja, hogy az is ebből vette. Mondjuk érdekes, hogy ezt sem tudjuk, hogy miért tiltották be a harci robotot, ha bár még vannak itt ott, meg most a harci robot azon kívül, hogy mindenkit szétpofoz, meg eldob, azon kívül nagyon sok mindent nem tud csinálni. Tehát szerintem én felszereltem volna egy pár plusz pár funkcióval, tehát erre egy excavator Caterpillar is elég lett volna, nem kellett volna harci robot.
Jó, ez jó, igen. Igen, nem gond, nincsenek ezek a dolgok végig gondolva. Tehát valószínűleg a filmnek a tényleg elég lesújtó pontozása, az, hogy tényleg a IMDb-n meg ilyen helyeken mennyire értékelik ezeket a filmeket, vagy konkrétan ezt a filmet, az részben annak tudható be, hogy ahhoz képest, hogy mennyi energia van abba beletolva, hogy megcsinálják ezt a látványvilágot, meg kidolgozzák ezeket a dolgokat, meg építenek ilyen autót, meg terveztetnek, meg minden megvan, ahhoz képest, hát nincs mögé pakolva az a szellemi tőke, amennyi anyagi tőkét az Andy bácsiék belepakoltak. Én azt hiszem. Hát igen, mert ilyen 8, majdnem 90 millió dolláros költségvetése volt a filmnek. És na, azért a 90-es években az combos. Igen. Ja. Ahhoz képest meg végül is, tehát ha így az anyagiakat nézzük, akkor ahhoz képest nem, tehát ez nem látszik a filmben. Na. Uh-huh. Hogy a színészi teljesítményről amúgy, ha már itt tartunk, akkor mit gondoltok? Tudom, ez nem egy tudományos kérdés, de azért fontos, hogy hát akár a Stallone-ről, akár hát a többiekről. Mivel ugye Stallone amúgy sem feltétlenül, nem azt mondta, hogy Stallone jó színész. Nem tudom, hogy egy ilyen szerephez egyáltalán mennyire volt szükség kvázi olyan színészi játék. Na ez az. Tehát, hogy én itt nem cseszném le, vagy nem húznám le a színészi játékot szerintem. Jó, de nem csak rá gondolok, hanem mondjuk a többiekre. Nem, összességében is úgy gondolom. Mert amúgy szerintem is a hacker csávó az kifejezetten jó. Tehát hihető karakter. Igen, csak okay. Ugye például Rob Schneidernek azért nagyon sok szerepe nincs a filmben. Tehát egy ilyen idegesítő valaki, aki folyamatosan ott van, de egy értelme, hogy ő ott van a filmben, nem sok van. Tehát igen. Ilyen vicces jeleneteket csinál, hogy ő így viccesen látja dolgokat, a Dredd meg egy kicsit ilyen mi volt a társaddal? Elítéltem. De jó, de te annyira jól utánzod. Szerintem Dredd azért olyan, mert ugye ő nem ember. Mert erre lett kitenyésztve. Pontosan. És pont ezért mondtam azt, hogy nem kell annyi színészi játék neki sem. Igen, de a Schneidernek meg az a funkciója, hogy ő ott az audience surrogate, tehát a kisember, aki egyrészt mindig kell egy kisember, ez világos, tehát hogy mindig megvan ez a izé, hogy a, mit tudom én, a Csongor és Tünde mellett is ott van ez a két izé, hogy hívják, a kis szereplők, meg ott vannak ja, izé igen, a, igen. A ez hogy a hívják, sidekick. Mindig kellenek ezek a picik, vagy izé a Varázsfuvolában is ott van a Papagéno, meg a Papagéno, akik ugye nyilván a nagy szerelmes pár mellett ott kicsibe előadják. Tehát mindig kellenek ezek a pici megfoghatóbb karakterek, akikhez a magunk fajta kis aja izék, nem bírói magaslatokon működő emberek is be tudnak kapcsolódni, hogy ez akár én is lehetnék, ez az antihős, vagy mi. Mert ez az egy antihős karakter. Nem úgy, hogy egy gonosz, hanem egy olyan antihős, mint a, mit tudom én, a Schweik. Ugye? Hát de tehát mégis nagyon nagy hős, mert meghekkeli a végén ezt a na robotot. Na igen, és az a külön csavar, amikor látod, tehát hogy még te is lehetsz az az ember, aki a végén. Tehát szerintem ilyen szabadból dramaturgiailag egy ilyen karakter, hogy kettő, legjobb az, ha ketten vannak, mondom, hogy kéne neki a csaj is, akivel összejön. Tehát, hogy az ilyen az azért kell. Tehát ezt szerintem tanítják, hogyan írjunk hollywoodi kasszasiker című történetbe. És akkor ugye ott van a Barbara Hershey bíró, Diane Lane, aki meg ugye folyamatosan eléggé hát meghamisíthatatlan utalásokat tesz arra, hogy szeretne valamit kezdeni Dredd bíróval, de szegényke olyan szinten nem veszi a lapot, hogy nagyon... De hogy azért, mert ő klón, kész, ennyi. Igen. De végén mégis rájön azért, hogy... Kikövetkezteti. Igen. Igen. Hát, ja. Hát igen. Nehéz lehetett. Mondanám, hogy nehéz lehetett Dreadnek a játszótéren, de hát tudjuk már, hogy sosem volt játszótéren. Maximum, hogy megítélje. Hát nem volt gyerekszobája se. Azt is csak photoshopolták azt a egy képet. Egy képe volt a testvérével, ahol ugyanúgy néz ki, ahol kinéz. Abban, hogy kinéz. Ugye? Az mondjuk érdekes, tényleg azt kellett volna azt elemzésnek alávetni, azt az állításodat, ugye, ami azt mondja, hogy ő nem öregszik. Amikor kérdezi a lány, hogy és mi történt ezzel az emberrel, aki a képen van, és akkor mondtad, milyen jól mondtad, hogy megítéltem. És akkor azt a képet, azt úgy gyorsan megállítjuk, és belezoomolunk, és megnézzük, hogy
Nekem úgy tűnt, hogy azon fiatalabbak az arcaik. Tehát, hogy mintha öregednének azért mégiscsak valahogy. Na mindegy. Nem tudom, nekem ez nem jön össze, tehát hogy akkor miért felnőtten, mert ugye a végén, amikor ott vannak a 60%-os klónok a gennyes testükkel, azok felnőtt klónok, nem csecsemők. Hát jó, de aztán attól még öregedhet. Hát öregedhet. Gyorsan bevet. Hát, hogy már hamarabb bevethető legyen, tudod. Hát kinek van ideje arra, hogy még óvodába járassa, meg tisztába tegye. Hát meg... oké, csak meg a City 1-be. Ezt tényleg belegondoltátok, ilyen... hogy ott a halálcsillagon, vagy hol vannak ilyen iszonyatosan nagy óvodák? Az a Kamino bolygó volt a klónokkal, te nagyon el vagy tévejedve, drága Miklós, ez az első három részt, ez az 1-2. Tudom, akkor még nem volt, tudom, csak még akkor nem is... volt halálcsillag. Jó, de annak is volt egy elődje, amiről már tudjuk, hogy pont ugyanúgy nézett ki, csak máshogy. Az se volt az. Várjátok, mert meg az... Várjál, most a Miklós, ki kell okosítanom Star Warsból, mert tudom, mert igen, azt hittem, hogy ez egy... A Kamino bolygón tenyésztették a klónokat, és hogyha nézted a klónok háborúja sorozatot, tehát az animáció sorozatot, akkor ez ott tök jól fel volt vezetve, ugye a klónokat hogyan tenyésztették ki, hogyan oktatták, már mindjárt a kezdetektől fogva szinte egyből, és ugye aztán hogyan lettek belőlük klónkatonák. Itt meg ugye nem ez van, itt ugye, ahogy mondtad is Géza, itt kapunk egy felnőtt embert, ami szerintem is fura. Jó, de a felnőtt embert ki lehet úgy nyomtatni ezzel az újfajta módszerrel, hogy azt is meg lehetne csinálni, ha már ekkora tudás van, hogy kamu, nem csak kamut, nem csak tudást tesznek bele defaultból az agyba, hanem kamu emlékeket is. Ezt tökre meg lehetett volna csinálni. Hát ugye ezt... az meg ugye már láttunk ilyet. Ja. Ezt megtanultuk a filmből, hogy itt egy bírónak egy ilyen új szövetségnyi jogot kell megtanulnia, ami Mega City-nek a törvénye, meg annyit kell megtanulnia, hogy kell menni ezzel a motorral, ami egyébként nem nagyon működik. Ugye a végén. Igen, az, de ezt mutatja is ott az oktatáskor a kadétoknak, hogy ez a maguké lesz, hogyha működésbe tudják hozni. Nem? Tehát, hogyha azt tudsz vezetni egy motort, meg el tudsz olvasni egy 200 oldalas könyvet, akkor bíra leszel. Durva. De akkor tényleg nem, de akkor értelmetlen járni általános iskolába, vagy középiskolába. Tehát. Igen, tehát felvetődik a kérdés, hogy akkor ezt az egészet, hogyha már mindent elhiszünk ennek a társadalomnak, hogy ennyi mindent tudnak, akkor ha ennyire egyszerű a dolog, és a Stallone maga is annyira nem egy emberi szereplő, hogy nem érzed azt, hogy ő bármit hozzá tud tenni ahhoz, amit egy algoritmus végre tud hajtani. Tehát, hogy igazából a Stallone simán lehetne egy robot, de még ennél is robotabb. Tehát, hogy egy olyan, kb. Olyan, mint az a harci robot. Hát igen. Tehát, hogy igazából érdekes, hogy simán kinézhető lenne a korabeli technikából, hogy ehhez ne kelljen itten húsokat növeszteni, meg minden íze. Amúgy ezt a dolgot, hogy jelenik meg ez az egész a képregényben? Ugye a Dread Bureau, az, hogy kerülgetjük eddig, de régóta, igen, de ezt hát a Dread Bureau az egy képregény. Claudia, te olvastad a képregényt? Nem, sajnos nem olvastam. Őszinte leszek, abban sem vagyok biztos, hogy ez Magyarországon megjelent. Hát az szinte biztos, hogy nem. De tehát azért még... pont azért gondolom, hogy nem. És nyilván olvashattam volna én ezt angolul is, de nem volt hozzá szerencsém. Na majd akkor várjuk az olvasói leveleket, akik felokosítanak minket ezügyben. Mert hát ugye a Dread Bureau, mint képregény, az nyilván sok évtizeddel megelőzi a filmet. És hát ezért aztán persze akkor még az, hogy klónozás, meg mit tudom én, meg hogy mit lehet automatizálni és mit nem, az ugye teljesen más kép festett, mint akár 1995-ben, akár 2100, nem tudom mennyiben. Tehát. Ja. Na, amúgy közben megtaláltam ezt a térképet, a The Cursed Earth, tehát hogy itt van Amerikai Egyesült Államok terület, és akkor konkrétan az egész keleti part a Mega City 1, van egy Texas City, meg van egy Mega City 2, ami pedig a nyugati partvonal. És akkor közte meg ott van az óriási. Hát a többi ilyen összvisz, ilyen The Great Dust Bowl, meg Texas Badlands, meg minden. Minnesota hát... Wastes, meg ilyenek. Ez nagyon szóval... érdekes, és ugye akkor ejtsünk néhány szót arról is, hogy kik és miféle emberek laknak ott, ugye ezt is meglátjuk. Igen. Ennek a filmnek a jövőképében. Igen, tehát miközben átszállítanák Dreddet ebbe a hírhet börtönbe, amiből kiszabadul Rico, ugye? Ott... tegyük hozzá egyébként, hogy ez a hírhet börtön, ez is egy vicces dolog, mert az Aspen.
Igen. Ugye Aspen az egy síparadicsom Colorado-ban, ami jelen pillanatban egy hóborította magaslati hely, ahova a leggazdagabbak oda járnak síelni. És ez egy külön vicces, és ez is utal arra, hogy milyen fordulatot vett a klímaváltozás. Igen. Hogy ebből ez egy tök száraz, kietlen, és börtönhely lett a néhai luxus üdülőből. Igen. Ja, bocs. Igen, tehát az odavaló utazáskor ugye lelövik a repülőgépüket, vagy hát ezt a repülő objektumot. Egyébként nem nagyon értem, hogy miért nem kerekeken menő járművel mennek, hogyha csak sivatag van, tehát mindegy, lényegtelen. Ezt tegyük zárójelbe most. Lelövik őket, és akkor ott leesnek, és akkor ott van egy furcsa család, akik ugye embert is esznek. Igen, kannibálok. Igen, tehát most ugye éhínség van. Tehát sajnos igazából a 20. századi, sőt, alig, hanem a 21. századi történetben is látunk ilyeneket. Úgyhogy végül is egyébként itt van a filmnek a legjobb öldöklős, vagyis hát nem öldöklős, hanem akció jelenete, mindenki mindenkivel verekszik, ugye Dredd kb. Mindenkit megöl. Egyébként ugye ezek a kanibálok eléggé hívők. Uh-huh. Tehát ugye ők Isten hívők, és akkor ők tulajdonképpen embereket áldoznak, ezért kanibálok. És amikor fellógatják Dreddet meg a civilt, Rob Schneidert, akkor ugye ott Rob mondja is, hogy jaj, én hiszek, és akkor leveszik őt, és mondja Dreddnek, hogy hát nagyon hülye vagy, hogy ezt mondtad, mert most téged fognak megenni. Jaj. Tehát egyébként ebben a filmben, ugyancsak ahogy én múltkor is mondtam, hogy ugye az apokaliptikus filmekben megjelenik ugye az Isten hit, meg ugye, hogy vannak ilyen Isten hívők, hát ugye itt is megjelennek, de ez pont a negatív tekintetben, mert hát ők ugye áldozatokat tesznek, és azt gondolják, hogy ettől majd megváltást nyerhetnek. Igen, de érdekes ez is, amit mondtad, hogy ez egy cursed earth, vagy micsoda. Tehát, hogy ez elátkozott föld. Tehát, hogy ugye magának az egész felütésnek is van valami eléggé teológiai jellegű pozíciója tulajdonképpen. És hát az is furcsa, hogy valójában most én egyáltalán nem gondoltam, és nem is áll hozzám közel, hogy én itt ilyen szocialista filozofálgatásba kezdjek, de valójában ez az egész film, ez tulajdonképpen azt mutatja be, hogy tényleg vannak ezekben a megacitikben odafönt, a felsőbb emeleteken, ha úgy tetszik, lakó nagyon gazdag elnyomó elit, akiket nem nagyon látunk a filmben, csak pont az elején, amikor elrepül ott az a taxival, úgymond útközben, a Rob Schneider, és akkor látja ugye ezt a medencés partizós életet, hogy ott Hawaii Dizsi van és jól lét, és akkor ugye azt látjuk egy pillanat erejéig, hogy azért vannak ebben a rendszerben olyanok, akik baromi jól élnek, és konkrétan szó szerint a legalján a rendszernek ott van ez a brutális, lövöldözős, bandaháborús még kijebb, meg a teljesen kitaszított kannibalizmus, minden. És hogy azért vegyük észre, hogy ezeknek a bíráknak igazából az a feladatuk, hogy ezeket az embereket odalent, azt úgy lenyomják és lentartsák. Tehát tulajdonképpen ez egy elég durván görbetükröt tart a társadalom elé, és nyilván Amerikában ez talán még jobban megjelenik, amint ez az elmúlt egy-két évben azért elég jól előjött, úgy, de hát persze eddig is tudtuk ezt Amerikáról, hogy ott is ugye brutálisan nagy különbségek vannak akár városon belül is, és vannak olyan negyedek, ahova inkább nem menj be, és ott kb. Oda bemennek a rendőrök, és ott ugye meg tudjuk, hogy milyen brutális dolgokra képesek ezek a rendőrök, amikor bemennek oda, ahol úgymond kb. Úgy érzik, hogy nekik mindent szabad. Szóval, hogy ez egy nagyon kétarcú dolog, és ezt nagyon brutálisan bemutatja a film, és a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy azok az utcai harcok, amiket az elején láttunk, most lehet, hogy én kapcsoltam csak úgy össze a fejemben, nem tudom, de hát mivel, hogy tudom, hogy az Andy Vajna az 56-ba ment ki, tehát tulajdonképpen az a lövöldözés az ablakon keresztül, meg minden, az most lehet, hogy én gondolom túl a dolgot, de az eléggé úgy nézett ki, hogy akár az a Corvin közben is lehetett volna, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy az pont olyan jellegű, hát nyilván persze egy science fiction környezetben, vagy egy disztopikus környezetben belerakott valami volt, de az szerintem lehet, hogy ez kicsit... Nem, én ezt aláírom, tehát
nyilván én itt nem annyira ismertem az Andy Vajnának így az életútját, my bad, de most, hogy így mondod, és visszaemlékezvén a jelenetre, tényleg lehetne akár ezt is hát kvázi beleképzelni, de hát hogy akkor ő a saját élményeit, vagy nem is tudom, tapasztalatát tette bele. Hát igen, lehet. Na mindegy, hát ezt nem biztos, hogy ezt valaha megtudjuk most már. De azt biztosan tudjuk, hogy 56-ban ment el egyébként Magyarországról. És igen, hát ez érdekes dolog, amit mondtál Miklós, de azért USA-ba, tehát hogyha jön egy hurikán vagy valami, azért ott vannak fosztogatások, meg azért ott előkerül egy-kettő fegyver is, meg néha ugye bemennek a luxusautószalomba is, és csak úgy felgyújtogatnak, meg összeöntözgetnek mindent. Tehát azért egy kicsit a társadalom önmaga is sokkal, hogy mondjam, hajlamosabb arra, hogy így elengedje magát, és szembeforduljon a rendszerrel. Tehát olyan szintű felkelések vannak, amire itthon szerintem nem nagyon... Tehát mi szerintem nem láttunk ilyet. Jó, ez így van, persze, ezt én tudom. Meg hát volt, amit láttunk élőben a tévében közvetítve. Tehát hát igen. Volt ilyen. Elég durva. És ilyen értelemben mondom ezt a Dreadbírót, ezt igazából nehéz nem ilyen társadalomkritikának felfogni, és akkor, hogy most akkor egy pozitív szereplők-e egyáltalán ezek a bírák, vagy sem. És az a vicc, hogy úgy nézem végig a filmet, hogy ezt a végén sem tudom eldönteni. Van egy ilyen rendőr elit, aki az embereken éli ki magát, úgymond. Nem mondom azt, hogy önbíráskodók, mert ugye ott van az a jog, amit ők próbálnak betartatni. Na de rossz a jogrendszer. Igen. Tehát pont itt az előbbi ételautomatás dologra hivatkozva, ugye rossz a jogrendszer, és hát akkor, most... és akkor ezt ugye, és ugye nyilván ilyen van a mai világban is. Hogy az amerikaiban, ez amerikaiaknál ez a vadnyugati romantikára játszik rá egy kicsit, ahol ott volt ugye a sheriff. Ugye a sheriff az kb. Olyasmi volt, aki tényleg a saját jogértelmezése szerint, sőt, igazság értelmezése szerint lényegében a megfelebbezhetetlen birtokosa volt a végrehajtói és bírói hatalomnak az adott vadnyugati faluban, mert hát ez volt. És ugye ezt rengeteg westernbe is mutatja, az öntörvényű serifeket, a szemét serifeket, a jófej serifeket, tehát hogy ez mindenhol megvolt, meg minden. De ez a furcsa, hogy ott is pont azért, mint az amerikai individualizmusból is következik, hogy ott ugye baromi nagy szabadsága van tulajdonképpen a törvény értelmezésben a serifnek. És ez az, ami ebben a filmben itt nincs meg. Tehát itt tényleg az van, hogy tönkretetted a kajaautomatát, mennyi 5 évre. Hát igen, plusz, hogyha emlékeztek, ugye van az a rész, amikor meg tényleg a srác csak annyit csinál, hogy ott ül a sportautójába, és akkor vagy dudál valakire, vagy neki koccan valakinek, és akkor oda megy a dread, ezt egyből fölgyújtja az autóját, vagy gránátot lő bele. Tehát azért az egy kicsit ilyen önbíráskodásnak tűnik. Tehát én megértem, hogy ők egy személybe az a végrehajtó, meg a minden szervezet, de azért az, hogy valaki azért, mert már elvették a jogsiját ittas vezetésért, azért nem gyújtott fel az autóját. Tehát ez egy kicsit ezért, hogy mondjam, ilyen gestapó szint szerintem. Hát igen. Na, de el is érkeztünk így a műsor végére. Én úgy gondoltam, hogy megkérdezném Klaudiát, hogy mit gondol arról, hogy mi volt a legtudománytalanabb ebben a filmben. Na most ez egy érdekes kérdés, már megint így kezdtem. Szóval ez egy érdekes kérdés, mert én, na most tehát megint ugye gyerekként imádtam a Dreadbírónak a fegyverét. Ezzel most nem emlékszem valami, ajaj, hogy törvényhozó, vagy mi volt a magyar neve a fegyvernek. Na mindegy, és én imádtam, hogy én ilyen fegyvermániás vagyok, de minél jobban fegyvermániás lettem, tehát minél jobban kiismertem a fegyvereket, annál inkább rájöttem arra, ugye, hogy azt itt ki is beszéltük, hogy ez a fegyver így nem működik. Úgyhogy ez egyszerre egy olyan dolog, amit imádok, de közben tudom, hogy tudománytalan. Tehát meg most is imádom, mert ez a gyerekkori rajongás, ez iránt a fegyver iránt megmaradt, ezt nem tudom levakarni magamról, ez ilyen szentimentális dolog, miközben tudom, hogy az úgy hülyeség. Na és akkor Miki neked? Nekem? Nem tudom. Hát én ez ugye nem volt olyan értelemben science fiction, hogy nagyon erősen állított volna bármit a tudományról. De akkor miért kérdezted? Hát mert te
szebb. Te tudtál rá válaszolni. Én ja, meg. értem. De Én... ezt te nem tudhattad, Jó, hogy oké. Okay. Én talán azt gondolom, amit mondtam, hogy nekem nem áll össze egy koherens világképe az, hogy az emberiség ennyire csúcsszuper, és közben ennyire lerohadt minden azon a néhány megapoliszon kívül, meg hogy ez a megapoliszokon belül hogy lehet lényegében egy ilyen törvénytelen világban, hogy lehet fenntartani mégis a rendet egyáltalán. Annak ellenére látjuk, hogy nem megy, de nekem már az is varázslat, hogy ha ekkora nagy káosz van, akkor hogy lehet, hogy a rendezetten tudnak közlekedni az autók, hogy legalább a kreszt elfogadják egy ilyen világban. Tehát érdekes, hogy persze mondhatjátok, hogy mert a bírók akkor felgyújtják az autódat, hogyha nem tartod be a kreszt. Igen, de erre mondom, hogy szerintem egy olyan társadalmi rendszer, amiben ennyire nincsen közmegegyezés, hogy ilyen tényleg ilyen pásztori, birkaterelői, vagy nem tudom milyen módszerekkel lehet csak betartatni a dolgokat, az sajnos az nem élte volna meg azt, hogy kiépüljen egy ilyen város. Szóval igazából ez valahogy, ez nem fizikusan tudománytalan, hanem szerintem ilyen szociográfiai, szociológiailag tudománytalan szerintem az egész alaphelyzet. Egyrészt, másrészt pedig szerintem az a legtudománytalanabb dolog, hogy oké, hogy azt mondja ugye az elején ez a robot is, hogy egyen újra hasznosított élelmiszert, mert ez mennyire jó, de azért ennyi embernek, aki itt egy ilyen meg a cityben él, meg a városban él, iszonyatos nagy mennyiségű tápanyagra van szüksége, amit újra hasznosít. Pont ez a lényeg a kajának, hogy ezt újra hasznosítani nem tudod. Tehát akkor ugye meg kéne enni azt, amit nem eszel meg. Igen. Maximum, ha megkövült, akkor néhány évmillióval később egy űrhajósnak a kezébe adod. Hát igen, ahogy Claudia csinálta. Így van. Na, hát köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon jól mulattam. Október 31-én különleges élőadással jelentkezünk a Parallaxis Univerzum YouTube csatornáján és a Facebook oldalán. Miklós és Claudia társaságában pedig visszatérünk a Holdra, és remélhetőleg kolonizáljuk is azt, hogy bástyaként szolgáljuk az emberiség jövőre számára. Parallaxis élőben, tehát október 31-én lesz, hétfőn 17 óra 30-tól. Legközelebb Parallaxissal november 10-én jelentkezünk, a már hagyományjá vált adásban pedig Claudia, Miklós és Ádám közreműködésével a Nobel és Ig Nobel díjazottakról lesz szó. Tartsatok velünk akkor is! Ivan is Rieger, Claudia és Vince Miklós nevében is köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.